a város legrégebbi szobra, az, ami ott fent van, csak annak nem tudok a nevét. 8 csapat, 24 általános iskolás diákja vett részt a Városnapi alkalmával megrendezett helytörténeti versenyen. A résztvevőknek először elméleti feladatokat kellett megoldaniuk, majd pedig Szekszárd nevezetes terein és épületein bizonyíthattak. Ez lesz a legelső. A gyerekek hónapokon keresztül készültek a versenyre, amiben nagy segítségükre volt a tavaly kiadott Szekszárd, ahol élünk című könyv, ezért a feladatok legtöbbjét néhány perc gondolkodás után meg is tudták oldani. Az első ilyen keresztrejtvény az nehéz volt, de megfejtés sikerült kitalálni, de annyira nem volt könnyű. Szekszárdon negyedik alkalommal rendeztek a Városnapi alkalmával helyismereti és helytörténeti versenyt. A szervező Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke szerint a diákversenyekre egyre inkább felfigyel az Országos Helytörténeti Szövetség felső vezetése is. Itt van az országos elnökségnek egy tagja, az országos alelnök, Zsámboki Árpád, aki maga is egy megyei vezető, és országos alelnökként pedig a kulturális tevékenységekért felel a Dél-Dunántúli régióban. A Világos Magyarország kezdeményezés arra ösztönzi a városokat és közösségeket, hogy aktívan vegyenek részt a kultúrát és vonzó településkép kialakításában. Idén először már nem csak egy országos díjátadón értékelték a Világos Magyarország versenyben résztvevő településeket, hanem első körben területi szinten mérkőzhettek meg a városok és a falvak. A Városnapi alkalmával Szekszárd adott otthont a Dél-Dunántúli régió ünnepségének. Idén 333 település jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi településeknek majdnem 10%-a részt vett ebben a versenyben, ami nagyon jó aránynak mondható. Átsező Szekszárdváros polgármestere megnyitójában arról beszélt, a város kezdetek óta részese ennek a vetélkedésnek, és a jövő városépítési koncepciójában is kiemelt szerep jut a környezet szépítésének, a zöld területekkel tűzdelt városkép kialakításának. És nagyon fontos, hogy egy ilyen régióban, ahol van egy Kaposvár, van egy Pécs, azért események Szekszárdra is kerüljenek, nem csak helyi szervezésűek, hanem országos szervezésű események, és mi kértük, kifejezetten kértük, hogyha lehet, akkor a Városnapja programsorozat keretében a sok-sok program mellett itt Szekszárdon kerüljön erre a diátorra, és azt gondolom, hogy megfelelő környezetben tudjuk átadni a diákat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most a régióban tulajdonképpen ebből a szempontból a Szekszárdra irányul a figyelem, a legkisebb megyeszékely vagyunk a három közül, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük azt, hogy végre egy jelenetben idejön hozzánk Szekszárdra is. A zsűri döntése értelmében az Arany Rózsa díjat Szekszárd, míg a Világos Önkormányzat díjat Paks vehette át. A két nap során számos színpadi produkció szórakoztatta a szekszárdi közönséget, melyben túlnyomó részt a helyi kulturális csoportok vitték a főszerepet.